Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. 25. alkalommal rendezte meg az elmúlt hétvégén a kiállítását a Díszmadár Barátok Székesfehérvári Egyesülete. A hagyományokhoz hűen új helyszínen, a Vörös Márti Mihály Művelődési Házban, de továbbra is nagyszerű programokkal kényeztették el a Díszmadár Barátokat. Jubilál a nagymúltú Díszmadár Barátok Székesfehérvári Egyesülete. A társaság 25. alkalommal rendezi meg kiállítását a Vörös Márti Mihály Művelődési Házban. A találkozóra az ország minden részéről érkeztek kiállítók. Cserpalkovics András polgármester köszöntő szavaiban kiemelte, fontos, hogy az idén is otthont adhat a város a közösségfejlesztő rendezvénynek. 25 év, vagyis ez a negyed század, ez jól mutatta, hogy tényleg egy élő közösségről beszélünk, amelyik élő közösségként kicsi missziót is, a természetvédelem, az élővilág, az állatvédelem, az állattartás, a felelős állattartás misszióját is fölvállalta. És hát tudjuk, hogy évről évre itt van ez a kiállítás, ami óriási érdeklődésre tart mindig számot. Mai nap is biztos, hogy rengetegen fognak eljönni, és gyönyörű madarakba fognak tudni gyönyörködni. Úgy, hogy közben a szakma is megtalálja itt a szakmai tanácsokat, és természetesen az érdeklődők is eljöhetnek, és az érdeklődőkből aztán egyszerre lehet, hogy madarászok lesznek. Egy 40 fős közösségről beszélünk, erről tájékoztattak itt, de hát madárról meg nagyon-nagyon-nagyon sokról, már a hangból is lehet érezni, hogy ők jól érzik magukat, és biztos, hogy mindenkinek szép dolog, aki eljön, és szép élmény, aki eljön erre a kiállításra. Az Egyesület számára a kiállítás kiváló lehetőséget biztosít, hogy bemutassák kedvenceiket és megerősítsék azt a fajta elkötelezett tenyésztői attitűdöt, amelynek mentén egyre inkább hozzásegíti az Egyesületet, hogy minél szélesebb körben megismertessék munkájukkal az embereket. Közösségi esemény sokkal több, mint egy találkozó, hiszen évről évre ez az egyik legfontosabb, hiszen itt bemutathatják, tudomásul vehetik, hogy mások hogyan csinálják. Mit jelent ma a díszmadarakkal foglalkozni, hiszen ez sokkal több, mint hobbi. Igen, hát a mai világban sajnos ugye kevés fiatal érdekel a madarászat, azért is próbálunk évről évre kiállításokat tartani, és első számú célunk, hogy minél több gyerek látogasson el a kiállításra, mert itt a tenyésztő kollégák nagy része is idézőjelesen mind gyerekkorában fertőződött meg, és azáltal, hogy itt látják a gyerekek ezt a sokféle, sokszínű madarakat, ugye vannak itt papagájok, egzóták, kanárik, reményeink szerint jövőbeni madarászokká válhatnak. Ez, és ezen felül, ami szerintem még nagyon-nagyon lényeges, hogy a gyerekek igazából itt megtanulhatják, aki madarat tart, vagy bármilyen más állatot, az állatokkal való foglalkozás, gondoskodást, ami szerint a későbbi életükben csak előnyükre válhat. Azt gondolom. Hol tart ma a magyar díszmadártenyésztés? Ha kitekintik? Európához képest? Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen feljövőben van. Most már egyre több magyarországi tenyésztő mutatkozik meg a nemzetközi szintéren, világkiállításokon is, illetve ugye rendeznek fajspecifikus kiállításokat, például Agapornisban, tehát törpepapagáj kiállítás Belgiumban, és most már ott is tavaly mentek magyar tenyésztők, és elég sikeresen szerepeltek, hoztak el első, második, harmadik helyezést is Belgiumból. Illetve világkiállításon is nyertek már első díjat magyar madarászok. Ha jól emlékszem, Pócsi Béla például a turákóival többször is nyert világbajnokságon. Hogy áll a Székesfehérvári Egyesület, hiszen tudjuk, hogy itt nagyon veretes a múlt, és komoly a jelen is. De mit hozhat a jövő? Hát reményeim szerint ettől csak még előrébb léphetünk. Most jelen pillanatban, hál' Isten, az utóbbi fél évben 20 fővel nőtt a tagságunk, ami azt gondolom, hogy mindenképpen nagy előrelépés. Ezen belül majdnem 10 fő, aki úgymond fiatal madarász is, mert ugye itt a legnagyobb baj Európában is, meg itt Magyarországon is, hogy öregszik el ez a madarász társadalom, és ezért lenne fontosabb, hogy minél több fiatal legyen. Azon kívül szeretném, én személy szerint elnök, egy kicsit ezt az egyesületi életünk is úgy mondom, hogy aktívabb legyen, tehát ne csak az legyen, hogy
egyéb egyszer ugye megrendezik ezt a kiállítást, ez is nagyon fontos, de hogy elmennék esetleg külföldi kiállításokra, hogy a mi tagjaink is tapasztalják azt, hogy néz ki egy külföldi nagyobb volumenű kiállítás, illetve hát nyilván a madarakat megnézni, hogy hol tartanak Európában a madarászok. Mit kell tenni ma egy díszmadár barátnak ahhoz a hétköznapokon, hogy egy ilyen kiállítás valódi ünnep lehessen? Hát ugye igen, tehát a madarászatban ugye idézőjelesen a legnagyobb probléma, itt nem lehet szabadságra menni. Itt nincs karácsony, itt nincs húsvét, ugye a madarak nem tudják magukat ellátni, tehát itt mindenkinek minden egyes nap ugye etetni, itatni kell. Az, hogy ünnep lehessen, az az, hogy ugye ezeket a madarakat egész évben a tudásunknak megfelelően lehető legjobb állapotban tartsuk őket ahhoz, hogy amikor eljön a kiállítás, akkor legyenek ugye top kondícióban, top tollazatban, hiszen itt van bírálat is, és hogy a madarak úgy mondjuk, hogy ilyenkor hozzák a legjobb formáikat. Idestől több mint 4 évtizede annak, hogy egy középiskolás fiú gondolt egyet, és beleszerelmesedett a díszmadarakba. Mesélj el ezt a történetet. Nem csak a díszmadarakba, én minden állatba beleszerelmesedtem, és 78-ban lett lehetőségem arra, hogy az első pár japán is iráikát tarthassam, mert addigra tudtam kísírni a szüleimnél a madártartás engedélyét. Aztán az évek során, az évtizedek során mindenféle madarat tartottam, tenyésztettem, többször újra kezdtem, mert hol gyerekszoba lett a madárszobából, hol elköltöztünk, és különböző korszakaim voltak, díszpintyes, középpapagájos, kanáris, egzótás, és hát az utolsó 5-6 évben már talán több is kikötöttem a hullámos papagájnál, azon belül is a standard hullámosnál, majd későbbiekben, hogyha az embernek nincs baja, csinál magának a hagoromó hullámosoknál, és most ez a nagy szerelem a standard és a hagoromó, ami ugyan lényegesen nehezebb tenyészhetőségű, mint bármilyen más madár, de épp ezért nagy kihívás, és hát borzasztó sokat kell tanulni hozzá, tartástechnológiát, takarmányozást, genetikát, ám de azért ad már sikerélményt. Nyilvánvaló, hogy ha valaki ilyen komolyan veszi, ez voltak éppen már több, mint egy hobbi, hiszen ez választott hivatásnak is tekinthető. Tehát mit kell tenni napról napra azért, hogy ez az állomány tovább fejlődjék? Először is borzasztó sokat kell tanulni, mert ezeknél a különböző színek kombinációja, a különböző mutációk kombinációja, hogyha az ember nem ismeri a genetikát, akkor nem fog úgy megjelenni, ahogy azt szeretném. És hát a napi rutin az tulajdonképpen ugyanaz, mint az összes többi madárnál. Etetés, takarítás, itatás, fészekkontroll, gyűrűzés, adminisztráció, takarítás, és ennek a folyamatos ciklikussága. Hol tart ma a magyar díszmadár tenyésztés egyáltalán, ha kitekintünk Európára, hiszen azt látjuk, hogy a népszerűsége töretlen. Én attól tartok, hogy van mit behoznunk. Rettenetesen sokat kell behoznunk, mondjuk a szomszédországokhoz képest is, de hogyha megnézzük, hogy Ázsiában micsoda kultusza van, és erre mondjuk a különböző közösségi média oldalak nagyszerűek, hogy lehet látni, hogy Banglades, ami egy világ egyik legszegényebb országa, micsoda kultusza van a madártenyésztésnek, Indonézia, Fülöp-szigetek, és akkor nem beszéltem Japánról és a Közel-Keletről, hát ezekhez képest bőven van még mit behoznunk. Jelentősen le vagyunk maradva tartástechnológiában, nagyon sok esetben egy sufniban, egy szuterénban, egy padláson tömegesen tartanak madarat. Tulajdonképpen a gyűrűzés az nagyon-nagyon gyerekcipőben jár, nagyon kevesen gyűrűzünk, és az állományunk is inkább a tömegtermelésre szorítkozik, természetesen tisztelet a kevés kivételnek, mint azok, akik igazán minőségi madarakat tenyésztenek és nem szaporítanak. Mennyit segít egy kiállítás, hogy ez megváltozzék? Reményeim szerint sokat, mert így tudjuk elvinni az emberekhez azokat a madarakat, amiket egyébként maximum a neten látnak,
és minden kiállításon akad egy-két lelkes gyerek és egy-két beletörődő szülő, aki engedélyezi azt, hogy gyereknek legyen madara. Persze nem minden gyerekből lesz madarász, akinek gyerekkorában lehetett madara. Új helyszínen, de a régi megszokott magas színvonalú kiállítással és szakmai előadásokkal várták az érdeklődőket, akik pedig kedvet kaptak a papagájok, kolibrik, díszmadarak tartására, a helyszínen szakmai tanácsot is kaphattak. Kedves nézőink, folytatódik filmsorozatunk a méhekről, ezúttal a Méhek nyomában című alkotást nézhetjük meg. Földünk élettel átszőtt rétege változatos tájakkal rendelkezik. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy ilyen vége láthatatlan vidéket csak a nagy földrajzi erők képesek formálni. Pedig apró teremtmények közös erővel olykor nagy dolgokat vihetnek véghez. A méz és az ember kapcsolata bizonyíthatóan legalább a kőkorig nyúlik vissza. Magát a mézet medvecsaléteknek is használták. Ekkoriban azonban nem történt tudatos méztermelés. Mintegy 9000 évvel ezelőtt háziasította az ember a méheket. Otthont adott nekik a mesterséges kaptárakban. Az első szervezett mézelvétel nyomait a mai Törökország területén találták meg. A méhektől nem csak mézet, hanem a világításhoz szükséges viaszt is kapott az ember. A 17. századtól kezdve azonban jóval kevesebb mézre és méhviaszra volt szükség. Új anyagok jelentek meg, mint az olaj és a parafin. Ezeket hatékonyabban tudták felhasználni a világításhoz. Az egyre nagyobb mértéket öltő cukorfinomítás teljesen átalakította az édesipart, a méz felhasználása háttérbe szorult. Korunk egészségtudatos táplálkozási szokásaiban azonban ismét egyre nagyobb teret hódít a mézfogyasztás. Édes, zamatos, aranyszínben pompázik. Ráadásul teljesen természetes. Sokáig az emberiség egyetlen édesítőszere volt. Elődeink számára a méhek nélkül kevésbé lett volna édes az élet. Rengeteg munka áll amögött, hogy ez a csupor méz most itt álljon az asztalon. Hajnal van. A reggeli harmat már kezd felszáradni, és a hőmérséklet is emelkedik. Ez a nap sem lesz más, mint a tegnapi vagy a holnapi. Kezdődik a mai mézkészítés is. A látótávolság percről percre növekszik. A várakozó állás számukra egyet jelent. Amint elérik az első napsugarak a kaptárt, indulhat a gyűjtögető munka. A méhek képesek akár 5 kilométerre is eltávolodni a kaptártól. A nap állásából tájékozódnak, így nem tévesztik el az irányt, könnyen hazatalálnak. A nyár előre haladtával csak úgy roskadoznak a virágporban gazdag mezők. Néha csupán néhány másodpercet töltenek egy virágon, és szállnak is tovább a következőre. Ezzel elvégzik a beporzást. A virágpor egy finom, könnyű anyag. A méhek a virágra való rászálláskor az egész testüket be tudják borítani vele. Ezt utána összegyűjtik és a hátsó lábukra tapasztják, hogy könnyebben szállíthatóvá váljon.
A szipókájukkal kiszívják a virágból a nektárt, amelyet a mézgyomorban tárolnak el. Már itt, a gyűjtögetés során elkezdődik a mézkészítés. Egy kilogramm méz előállításához 20 000-szer kell fordulni a kaptár és a gyűjtőhely között. Ez elképzelhetetlenül nagy munka lenne egyetlen méz számára. Egy méh családból egyszerre akár több ezren is úton lehetnek. A munkát magas fokon és jól szervezetten megosztják egymás közt. Egy méh csak annyi virágport és nektár gyűjt, amennyivel még haza bír repülni a kaptárig. A bejáratnál kapuőrök fogadják az érkezőket. Itt ellenőrzik, hogy a gyűjtőméh ehhez a családhoz tartozik-e, és ha igen, hozott-e magával virágport és nektárt. Az előbb még a terepen dolgozó méh most újra az otthonában van, a kaptárban. Az akár 70 000 méhet is számláló méh családban nagy a jövésmenés, de semmi nem történik ok nélkül. Mindenki tudja a feladatát. Káosznak nyoma sincs. A nemrég visszatért méh a magas víztartalmú nektárt a 6 szögletű lépsejtekbe töltve raktározza el. A gyűjtő innentől átadja a feladatot a mézérlelő munkásoknak. A nektárcseppek többszöri felszívása és leadása során különböző enzimek kerülnek a feldolgozás alatt álló anyagba. A szárnyukkal keltett légáramlattal elpárologtatják a felesleges vizet, ezáltal a nektár sűrűbbé és tartósabbá válik. Így lesz belőle méz. Az érlelési folyamat akkor tekinthető késznek, ha a víztartalom 18% alá csökken és a méhsejteket lefedik viaszréteggel. Ez a beérlelt állapotú méz már készen áll arra, hogy az ember elvegye. A méhek a mézet saját maguk ellátására termelik. Ebből táplálkoznak a tél folyamán. Az ember olykor elveszi tőlük, de ez nem jelenti azt, hogy éhen halnának. A szakemberek tudják, hogy mikor jön el az idő a méz elvételére. A tökéletes időzítésen múlik minden. A méhész a megfelelő védelmet biztosító öltözékben felnyitja a kaptárt. A viasszal és propolisszal összeragasztott kereteket szét kell választani, hogy a kaptárból könnyebben kivehetőek legyenek. Óvatosan lerázzák és lesöprik a szorgoskodó méheket a lépről. Vigyáznak rá, hogy a lehető legkevesebb méh sérüljön meg. A füstölőben természetes anyagok égnek. Ez a leghumánusabb módja annak, hogy a méheket megnyugtassuk. A füst hatása néhány percig tart, ám ennyi pont elég. A méhészek a kereteket a kerethordozó ládába helyezik és elszállítják a helyszínről. A feldolgozás távolabb történik a kaptáraktól. A fedelező villa egy fésűre emlékeztető eszköz. Ezzel eltávolítják a viasz fedeleket, amelyekkel korábban a méhek lezárták az elkészült mézet. Azonban ez sem veszik kárba. A méhviasz például gyertyák készítéséhez kiválóan alkalmas. A fedelezés után szemtől szemben találja magát a méhész a mézzel. Most már csak valahogyan el kell távolítani azt a lépsejtjeiből. A régi időkben, amikor még méhkasokat használtak, a méh családot elpusztították, a lépeket kitördösték és kipréselték belőle a mézet. Ez azonban nem volt gazdaságos. Most már a lép megsértése nélkül egyszerűen kipergetik a mézet a keretekből. A pergető úgy működik, mint egy centrifuga. Nagy sebességgel forog, így kicsapódik a méz a keretekből a pergető dobjának falára. Egy idő után az aljára folyik és összegyűlik. A hagyományos kézi pergetőket ma már felváltották az elektromos meghajtású gépek. Egyszerre akár 30-40 keretet is ki tud pergetni vele a méhész. Ami pedig végeredményben az eszköz alján a csapon át távozik, nem más, mint az egészséges, frissen pergetett méz. A méhek államalkotó rovarok.
Szerveződésüket a föld legfejlettebb társadalmának is tartják. Egy mély családban csak egy királynő lakik, ő irányítja az egész családot. Akár 3 évet is élhet. A herék által megtermékenyített petéket kizárólag ő rakhatja. A herék a hím méhek. Belőlük alig néhány száz él a kolóniában. Jelenlétük csupán a szaporodáshoz szükséges. Ha már nincs szükség tovább a szolgálatukra, egyszerűen kiűzik őket a kaptárból. A dolgozók a méh család legnagyobb számú tagjai. Nőneműek. Valamivel több mint 40 napig élnek, és a legtöbb munka rájuk hárul. Ők alkotják a kaptár több mint 99,5%-át. Egy kaptárban naponta akár 1500 méh is kibújhat a sejtekből, és körülbelül ugyanennyi el is pusztulhat. Az újszülött méhek könnyen kirágják magukat a sejtekből. A kibújást követően azonnal munkába is állnak. Nem tanítják meg őket az idősebbek semmire, ösztönösen teszik a dolgukat. A méhek világában nincsenek lázadások vagy munkasztrájkok. Mindenki elfogadja a kijelölt feladatát. Tévhit, hogy a dolgozók ugyanazt a munkát űzik egész életükön át. A születést követően még egy jó ideig nem hagyják el a kaptárt. Első napjaikban a sejtek takarításával foglalkoznak. Ezután a lárvák etetése a feladatuk. Ahogy telik az idő, egyre magasabb pozíciót töltenek be. 14 napos korukban már virágport dolgoznak fel és nektárt érlelnek. A lépet is a fiatal dolgozók építik. Legelőször függőleges viaszfalakat építenek. Később erre kerülnek szabályos rendben a hatszögletű formára igazított sejtek. Ezeket bölcsőnek, lakószobának és éléskamrának egyaránt használják. Később a dolgozók őrtevékenységet tölthetnek be. Ellenőrizhetik a beérkező méheket, távol tarthatják a betolakodókat, például a darazsakat. A dolgozók karrierjének csúcsa 21 napos korukban jön el, ugyanis már részt vehetnek a kaptáron kívüli munkákban. Ekkor már életük felénél járnak, és még legalább 3 hétig élni fognak. A kipergetett méz óriási hordókban érkezik a kitöltő üzemekbe, ahol egyszerre akár több 100 kilogrammot is fel tudnak dolgozni. Hermetikusan lezárt körülmények között 45 Celsius fokos hőmérsékleten történik a kezelés. A folyamat legalább 24 órát vesz igénybe. Ez megtisztítja a mézet a természetes szennyeződésektől. Az átszivattyúzást követően megkezdődik a kimérés. A gépek gramra pontosan ugyanannyi mézet töltenek minden egyes üvegbe. Nem történhet emberi tévesztés az adagokat illetően. A leragasztott zárjegy garancia a megbízható, ellenőrzött forrásra. A kimérést követően felpakolják a rendezett üvegeket a szállítóautóra, és már indul is a szállítmány a kijelölt boltokba, piacokra. A helyi méz vásárlásával a vevő a közvetlen környezetének biztosít munkát és megélhetést. A méz természetes eredetű élelmiszer. Nem szabványosítható, mint egyes mesterséges termékek. Szinte minden tájon más és más lesz az íze. Egy sütemény receptjében lévő cukor sok esetben teljes mértékben kiváltható mézzel, amivel még egyedibb ízvilágot lehet adni a készülő édességnek. A megvásárolt mézet érdemes egy éven belül felhasználni, mivel utána csökkenhet az illóanyagok mennyisége. A méz azonban sosem romlik meg. Akár a több ezer éves leletek is nyugodtan elfogyaszthatók. Ahogy elkezdenek sárgulni a levelek, az utolsó növények virágzása is alább hagy. Vége a nyárnak. Beköszönt az ősz. A hideg időszakban a méhek behúzódnak a kaptárba, és szorosan egymás mellett elhelyezkedve vészelik át a kedvezőtlen körülményeket. Várják a tavaszt, hogy a jó idő beköszöntével folytathassák szorgalmas gyűjtőmunkájukat. A legfontosabb közvetítő szerepet töltik be a növények között. Formálják és alakítják a természetet. Ő általuk ilyen változatos a világunk.
ez a körforgás évmilliók óta szüntelen. Kedves nézőink, köszönöm meg tisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!